Sziasztok, Bisz vagyok, és hát folytassuk a fegyverbemutatást a Smart Pisztollyal, amely igazán egy vízválasztó a játékban. Ugye már több mint egy hónapja kin van maga a játék is, és úgy gondolom, hogy többségében azért lecsengett ez a Smart Pisztoly, így új nagy őrület, egyre ritkábban találkozok vele. Minden esetre azért már megváltozott a béta időszakhoz köthető véleményem magáról az eszközről. Ugyanis március vége felé megjöttek a nagyon gusztustalan tryharder smart pisztolyosok, akiket onnan ismerhetünk fel, hogy enhanced targeting kiegészítővel játszanak, de nagyon pofátlan módon. Ugye ezt a fegyvert azért úgy találták ki a játékkészítői, hogy lopakodva, ninjásan, parkűrözve, hátulról hangtalanul likvidáljuk az ellenfelet, hisz maga mégiscsak egy pisztolyról van szó, ezért nem ér fel más karabélyokkal, ha szemből totálisan megyünk az ellenfélnek, de nem. Ezek a kellemetlen emberek a szószoros értelmében begyakorolták azt, hogy hogyan ugráljanak előtted úgy, hogy mi alatt ők bemérnek, tuti ne tud őket lelőni. Te meg nem tudod eldönteni, hogy miért nem lő. Tárasz, fegyvert vált. Közben folyamatosan próbálod azért lőni természetesen, nem találod el, legalábbis úgy, hogy meg is öld, és bam, halott vagy. Ha pedig te is ugye próbálsz mozogni, hogy ne találjon el, egyszerűen még kevesebb szer találod el, és neked úgy is véget, hisz magával a smart pisztollyal is sokkal egyszerűbb kilőni a mozgó célpontot, így gyakorta a célzás igénye nélkül bárki lehetett projátékos, ha megtanult bunny hoppozni, úgyhogy ez elég irritáló volt a játékmenetben. A véleményem szerint pont abban rejlett a fegyver zsenialitása, hogy kétfajta üzemmódba lehetett használni. A lokkolást használtad a botokon, amivel felfarmoltad a titánod, viszont nagyon fontos volt hipfire-be és simán célozva manuálisan szedhetted le a pilótákat úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, tehát célozva. Viszont jött egy patch, amely szerintem rossz irányba vitte a smart pisztolyt, ugyanis a manuális, a lokkolás nélküli sebzése csökkent, illetve a hipfire beli pontossága is rosszabb lett, amely véleményem szerint nem túl jó irány. Inkább a lokkolási rendszert kellett volna átalakítani úgy, hogy mondjuk ha kiesik a célkeresztből a pilóta, akkor ismét full nulláról mérjen be, vagy ha minél közelebb van a célpont a célkereszt közepéhez, akkor annál gyorsabban lokkoljon, avagy láthatatlanul ne is tudjon bemérni embereket, vagy a második lokkolásnál jelezzen az ellenfélnek egy kis csipogással, hogyha fél percen belül nem reagál, akkor halott, és hát ilyenkor gondolkozok el azon, hogy nehogy már nekem több fantáziám legyen, mint a respawnos srácoknak. Minden esetre nem így történt, hanem maradt a lokkolási rendszer ugyanaz, viszont manuálisan használhatatlan a fegyver, azóta nem is játszottam vele, viszont ami érdekesebb, hogy a tryharderek is eltűntek, és nem tudom miért, hisz a lock-on módja maradt a régi, és még sincsenek. Úgyhogy itt tartunk jelenleg, egyre kevesebb a smart pisztoly, már nem is zavarnak amúgy, tehát pár tryharder különösebben nem zavar, viszont érzem, hogy fog még egy-két patch a smart pisztolyhoz jönni, mert még formálódik, úgy hiszem, még alakulgat, még a respawnnál se döntötték el, hogy melyik irányba vigyék ezt a fegyvert. A smart pisztoly lokkolási rendszere úgy működik, hogy 3 darab lokkolás kell pilóta a játékos leterítéséhez, nyilván ez időbe telik, mire bemérjük a célpontot, viszont ha pirossá vált a célkereszt, akkor ha meghúzzuk a ravaszt, bármerre is áll a fegyvercső, akkor halott az ellenfél. Érdekesség, hogyha le van sebezve már az ellenfél pilóta, akkor lehet, hogy elég csak 2 lokkolás már pirosra vált a célkereszt, ugyanis intelligens ahhoz a smart pisztoly, hogy ezt is észrevegye, tehát a piros célkereszt egyenlő az öléssel. Viszont a spektrik leterítéséhez 2 darab lock szükséges, a grantokhoz csak 1, és ezeket az ellenfeleket a smart pisztoly iszonyat gyorsan beméri a másodperc tört része alatt, úgyhogy nagyon gyorsan lehet farmolni őket. Viszont ha a fegyvert úgy használjuk, hogy célzunk vele, tehát használjuk az Iron Sight-ját, akkor átvált manuális üzemmódba, vagy ha nem várjuk meg, hogy teljesen belokkoljon az ellenfélre, akkor az esetekben is a golyó damage-e 50-es, nincs semmifajta fejes többletsebzése vagy range-e, hanem kereken 50. Ilyen esetekben spektréken, illetve pilótákon 4 darab találat szükséges, hisz 200 HP-val rendelkeznek ezek az egységek. A grantokon elég csak 2 lövés, viszont silencerrel egy-egy lövést pluszba kell kalkulálni, hogyha meg akarjuk ölni az ellenfeleket, viszont a silencer csak a free damage-re van hatással. Tehát ha a silencerrel lokkolunk ellenfélre, akkor ugyanúgy 3 lokkolásból hal meg a pilóta.
Titánon 40-től 10-ig tudunk sebezni, attól függően, hogy milyen távolságból próbáljuk megpiszkálni a titán. Nyilván ez nem opció, sokkal inkább az, hogy rodeózunk rajta. Ilyenkor 200-at sebzünk egy-egy lőszerrel. Nem mondanám hatékonynak, de nem is egy rossz teljesítmény, hisz gyors újratöltési idejével egész gyorsan lehet lefarigcselni egy-egy titán HP-ját, főleg, hogy ilyenkor a pajzsa alá lövünk. Viszont kritikus sebzési pontokon 80-at tudunk egy-egy lőszerrel sebezni egy titánon. A lock-on range 20 méter, tehát 20 méteren belül tudunk bemérni ellenfeleket, nyilván 20 méteren kívül is tudunk lőni, ilyenkor manuálisan természetesen, viszont az Enhanced Targeting rendszerrel nemhogy gyorsabban tudunk becélozni, de még távolabbra is, méghozzá 24 méterre, de ez esetben a célzó rendszere mínusz 20%-kal csökken, legalábbis az a terület, ahol be tudunk mérni ellenfeleket. Ezzel kalkulálni kell, ez nyilván nem egy nagy vérveszteség. Egy-egy pilótát optimális helyzetben 1,4 másodperc alatt tudunk bejelölni úgy, hogy őt meg is tudjuk ölni, tehát pirossá válik a célkereszt. Ez optimális helyzet, tehát ennél csak nagyobb időmennyiségekkel tudunk dolgozni, attól függően, hogy milyen távol van az ellenfél, avagy láthatatlanná válik-e, avagy mozog, ezáltal néha kimegy a célkeresztből, de ezzel kalkulálni kell. Viszont az Enhanced Targeting rendszerrel 1,2 másodpercre módosul az optimális becélzási sebességünk, viszont Silencerrel növekszik 1,6 másodpercre, úgyhogy ezekkel számolni kell. Ami egy hatalmas fun faktor ennél a fegyvernél, hogy nem csak pilótákat és botokat tudsz belokkolni, hanem robbanó eszközöket is, amelyeket ugye te eldobsz és idő előtt fel tudsz robbantani, amely igazából akkora nagy szórakozás, ha van hozzá elég fantáziát természetesen, hogy ez eszmélete, ez tök jó, hogy kitalálták. Az RPM-e 480-as, amely egy szemiautomatik fegyvernél egy átlagot jelent, legalábbis egy pisztolynál, nyilván nem egy hatalmas nagy RPM mennyiség, valamire elegendő, és erre pont, hogy embereket öljünk és robbanó eszközöket. Az újratöltési ideje iszonyat gyors, 1,4 másodperc, illetve egy-egy tár kapacitása 12-es, Extended Clip-el 18-asra lehet növelni. Na, most jön a végső táblázat, ugye ez egy assassinos style-t igényel, én azt mondom, hogy silencerre használjuk, amivel jumpkick-kelve tudunk embereket ölni, viszont silencerrel tudunk farmolni botokat úgy, hogy nem vesznek észre. Szerintem ez az a stílus, amelyet igazán képvisel maga a pisztoly, hogy silencerrel lopakodva, ninjásan, parkűrözve, rugdosva lehet az embereket likvidálni, úgymond. Szerintem ez egy nagyon élvezetes játékmód, próbáljátok ki, így kell használni igazán a smart pisztolyt. Ha pedig tryhard üzemmódba kapcsolsz, akkor egyértelműen a gyorsabb becélzási rendszert ajánlom, tehát azt a kiegészítőt, illetve ezt a fejet is. Úgyhogy ennyi lett volna a smart pisztoly. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó fegyver. Jó fegyver, csak az irány, ahova elvitték, most egyenlőre zsákutcának érzem. Aztán majd kiderül. Sziasztok! We'll be right back.